A közigazgatás átszervezése kapcsán járási központ lesz Sátoraljaújhely városa. A leendő járási székhelyi irodák a jelenlegi polgármesteri hivatalban lesznek elhelyezve a tervek szerint, mondta Szamosvölgyi Péter. Korábban visszaemlékeznek a kicsit idősebbek arra, hogy mikor Újhely járási központ volt, és most újra az lesz, akkor ezek az irodák a polgármesteri, jelenlegi polgármesteri hivatal épületén belül voltak kialakítva. És én úgy látom, illetve azt gondolom, hogy a köztisztviselői létszám nem fog növekedni azzal, hogy lesz járási hivatal is. Ezért elvileg azt gondolom, hogy el kell férnie a polgármesteri hivatalban. A járási hivatalok kialakításánál a jelenlegi kistérségi elosztást veszik figyelembe. Így az önkormányzatnál számoltak azzal is, hogy ezek az irodák nem férnek el a hivatalban. Amennyiben mégis több helyiségre lenne szükségük, úgy van mozgásterünk, hiszen akár az Ója kollégium épülete, az épületnek egy része szintén funkcionálhat akár járási hivatalként, de egy biztos, a város mindenképpen tud helyet adni az irodáknak, ez nem lehet kérdés, és azt remélem, hogy az együttműködés, a majdani járás és az önkormányzat között pedig olyan harmonikus lesz, mint ahogy ez szerintünk kell, hogy legyen a jövőben. A kormány és a parlament döntése alapján ennek törvényi kereteit az idén ősszel alakítják ki. Az új rendszer 2013-tól lépne érvénybe. A régióban is ugye két járás biztosan várható, az egyik a Sátoraljaújhelyi járás, bizonyára Sárospataknak is lesz egy járása, és lehet, hogy még külön a Bodrog köznek, de ez nem a mi döntésünk, tehát én ennek a részleteiben azért nem mélyülnék el, mert lehet, hogy még ez képlékeny, tehát valamilyen szinten változhat, de nekünk arra kell készülnünk, hogy ez a járási hivatal ez a közeljövőben elkezdi a működését. A járási hivatalok önkormányzati szintű feladatokat vesznek majd át, tette hozzá a polgármester. Ezek a járási hivatalok fogják azokat a feladatokat átvenni, amelyeket most az önkormányzat visz, tehát az építési hatósági feladatot, gyámügy és az okmányirodai feladatok szintén ide kerülnek át. Hogy még ezen kívül milyen funkció és milyen feladat lesz, amivel meg kell birkózni a majd a létrejövő járási hivatalnak, ez még hivatalosan nincs az önkormányzatok elé tárva.